elsődleges szempont az volt nekem, hogy az életmű egyik legszebb, legütősebb, legropogósabb képét válasszam ki az egész kiállítás vezérképévé, és ezért került ide. Nekem egy nagyon nagy felismerés volt az, amit írt a Krisztián a Ferenciről szóló írásában. Gazdálkodóként indult, jogi egyetemet próbált elvégezni, és egészen a 20-as évei közepéig azt se tudta, hogy művészettel fog foglalkozni, és az, hogy ez a dolog átfordult, és onnantól kezdve viszont a művészet vált az élete legfontosabb céljává, az szinte kizárólag a fiaka Olgának, a feleségének köszönhető. Azért nagyon jó ez az írás, mert rávilágít, hogy mekkora szerepe lehet egy feleségnek, egy társnak abban is, hogy valaki nem egy polgári pályát választ, hanem egy művészpályát, mert általában fordítva szokott lenni. Ő irányította a művészet felé a férjét, és az ő megkezdett művész karrierjét abba hagyta, hogy egész személyiségével támogatni tudja a Ferenczy Károlyt. Ez az egyik kedvenc Derkovics képe, mert ennél egyszerűbb, puritánabb, fókuszáltabb kompozíció kevés van a 20. századi magyar festészetben. Egy borotválkozó tükröt látunk, egy csíkos abroszon, ami nagyon sok Derkovics képen feltűnik, és hát kevés ilyen önarckép van, ami gyakorlatilag csak a homlokának egy szegletét látjuk, meg a szemének egy részletét, de benne van a Dózsa fametszet sorozatnak egy részlete, ahol éppen a parasztlázadás résztvevői szuronyokat tartva elindulnak, tehát hogy még így is egy ilyen puritán kompozícióba is bele tudta tenni a saját személyiségét, az ő gondolkodásvilágát, a szegények melletti kiállását, és egy egész gyakorlatilag egy társadalom kritikát, pedig nem látunk más, mint egy abrosz rejzett borotválkozó tükröt. Én amikor olvasom a Krisztiánnak a szövegeit, akkor elsősorban nem mint művészettörténettel foglalkozó ember olvasom. Ami engem izgat, és ami miatt nagyon figyelmesen olvasom, az ilyen szakmai dolog, hogy kell egy történetet megírni, az, hogy mindvégig fölkeltsük, vagy föntartsuk az olvasónak az érdeklődését, és ebben nagyon jók az ő szövegei, a ritmus, az, hogy hol idéz, az, hogy váltogatja a beszélőnek a személyét, hogy építi fel, hogy kell mindig egy felütés, hogy időnként kell egy teljesen meglepő, néha zavarba ejtő mondat, szó vagy részlet, ami föntartja az olvasónak az érdeklődését. Ez szerintem, reményeim szerint a kiállításnak egy ilyen nagyon érzelemgazdag vagy érzelmi csúcspontja lesz, mert itt egy nagyon szép szerelmi történet fog megelevenedni. Ők ketten azok, Ámos Imre és Anna Margit, akiknél tényleg az van, hogy amikor két ember tökéletesen megtalálja a párját. Mind a kettő festő volt, megvitatták egymással akár leveleken keresztül is a festészeti problémákat. Szerelem, érzelem, történelmi dráma, ami az egyiküknek a pusztulása, az Ámos Imrének a pusztulásához is vezet, és a festészet egy olyan elegyet alkot, ami tényleg azt mondom, hogy filmre kívánkozik. Tökéletes választás a könyvben is, meg remélem itt a kiállításon is az lesz.